Köszöntöm nézőinket, Adópercek című műsorunkat látják. Baranyában egyszerre 4 kormányablakban nyílt NAV ügyfélszolgálat. Erről és a nyári ellenőrzésekről beszélgetünk Barlai Krisztinával, a NAV baranyai sajtóreferensével. Üdvözlöm itt nálunk a stúdióban. Köszöntöm a nézőket. Melyik városokban nyílnak meg új helyen az ügyfélszolgálatok? 2017. július 1-ével Szigetváron, Siklóson, Komlón és Mohácson nyíltak meg az új ügyfélszolgálatok a kormányablakokba. Ez egy korábbi tervnek a megvalósulása, innentől kezdve már ezeken a helyeken is fogadják az ügyfeleket. Miért jó az, hogy megnyíltak ezek a kormányablakokban ezek az ügyfélszolgálatok? Hát mindenképpen szerettünk volna közelebb menni az ügyfelekhez. Ebben a 4 városban egyébként is volt önálló ügyfélszolgálat, de így, hogy sikerült a kormányablakokban elhelyezni a kollégákat, így még közelebb kerülhetünk az adózókhoz, hiszen a kormányablakokban nagyon sok mindent lehet intézni, így már többek között adózással kapcsolatos ügyeket is. Melyek ezek az adózással kapcsolatos ügyek? Ugyanazok maradtak amelyeket a központi ügyfélszolgálaton, illetve a kirendeltségeken lehetett intézni. Így többek között az adókártyaügy intézés, a bevallások, beadványok, nyomtatványok átvétele, nyomtatványok kiadása, illetve bevallásjavítás, vagy akár csekkigénylés, vagy folyószámlaegyeztetés. Ez a 4 most már működik, hol lehet számítani további bővülésre, bővítésre? A tervek szerint 2018. január 1-ével új ügyfélszolgálatokat kell létrehozni Sásdon, Bolyban, Pécsváradon, Sejjén és Szentlőrincen. Tehát ezeken a helyeken még korábban nem volt NAV ügyfélszolgálat, de január 1-től már lesz. Ugyanazokat a szolgáltatásokat fogja nyújtani ez az 5 új ügyfélszolgálat és mind a többi másik. Térjünk vissza most a működőekre. Eddig vannak-e tapasztalatok? Ugye nem telt el sok idő, de lehet-e már tapasztalatokról beszélni? Mindenképpen jó döntés volt a kormányablakokba elhelyezni ezeket az ügyfélszolgálatokat. Ez a pár nap tapasztalat azt mutatja, hogy körülbelül 4 éve megnőtt az ügyfélforgalom a tavalyi év ugyanilyen időszakához képest. Voltak olyan adózók, akik értesültek a változásról, és már célirányosan mentek a kormányablakba adóügyeket intézni, illetve voltak olyan adózók is, akik ott értesültek róla, és kihasználták a lehetőséget, és akkor mindjárt ügyintéztek is. Az ügyfelek segítésén kívül a NAV ugye ellenőriz is, mit lehet tudni a nyári ellenőrzés sorozatról? Hát nyáron folyamatosan kint lesznek a kollégák, leginkább olyan helyszíneken, amik turisták által érdekesek. Ugyanazokat fogják ellenőrizni, amit az év második időszakában, de kiemelten a turista központokba, illetve az olyan szolgáltatásokat, amelyek a nyára kapcsolatosak, tehát sportszolgáltatásokat, vagy bármilyen strandon is megjelenhetnek a kollégák a nagyobb nyári fesztiválokon, rendezvényeken, piacokon, vásárokon. Így többek között ellenőrizni fogják a nyugtadás kibocsátását, a foglalkoztatást, illetve azt, hogy az áruk eredetéről rendelkezik-e a vállalkozó igazolással, illetve hát egy elég komoly ellenőrzést jelent az online pénztárgépek szabályszerű alkalmazása is. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt nálunk. A nézőknek pedig a figyelmet, további jó tévézést, viszontlátásra!